Van egy ilyen szállóige, hogy a politikus is ember. Amikor utána néztem annak, hogy Kovács Elvirát miről lehet megismerni, fölismerni a munkásságát, az eddigi életútját, akkor rájöttem, hogy arra törekszik, vagy azt hiszem, hogy spontán így alakul, hogy politikus is legyen, meg ember is legyen. Megmondom, hogy honnan szűrtem le ezt a nagy bölcsességet. Ránéztem csak a közösségi oldalára, azon fölül, hogy több mint 5000 követője van. Nagyon érdekesek a posztok. Egymást váltják az általános, például a szülővároshoz, illetve a környezetéhez, nagybecskerekhez kötődő mondani valók, aztán egy kis családi esemény, akkor egy kis politika, hogy hol járt és mit csinált, akkor egy kis adventi versike, amelyet a fia ad elő a társaival, azután ismét visszatér arra, hogy például az Európai Parlamentben miről tárgyaltak. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy amikor politikai feladatot vállalt, az nagyon-nagyon közel legyen mindig valamilyen emberi kérdéshez. Különleges helyzetben lévő embercsoportokkal, illetve szituációkkal és megoldásokkal foglalkozik. Közgazdasági egyetemet végzett Szabadkán, ugyanakkor nagyon sok humánus kérdéssel foglalkozik. Így is szerettem volna, és szerencsére így is alakult. Kezdetben nyilván kevesebben voltunk, most a VMS-nek annyi képviselője van, hogy sokkal egyszerűbb lefedni a különböző területeket, témaköröket, de addig mi kezdetben mondjuk csak 3-4-en voltunk, sokkal nehezebb volt, és voltak olyan mandátumok, amikor én voltam az egyetlen női képviselő, tehát valahogy talán úgy mértük föl, hogy a nőknek ez jobban fekszik, vagy egyszerűen például képviselői kérdés formájában közvetlenül fordulhattam a kormányhoz, konkrét kérdéskörre rámutatva, például a családon belüli erőszakról is beszélhettem, vagy a meddőséggel küszködő párok problémájáról, tehát valóban ilyen emberközeli kérdések. Mi mindig, tehát a VMS frakciója, a VMS képviselői mindig azt tartottuk fontosnak, hogy konkrét problémákat oldjunk meg, mert valóban fölmerülnek logikátlanságok, tehát bizonyos rendeletek, szabályzatok, jogszabályok nincsenek összehangolva, a gyakorlatban fölmerülnek különböző kérdések, és a polgárok bátran ránk írhatnak, meg ránk írnak, megkeresnek, ha erre rámutatnak, tehát mi kötelezettségünknek érezzük, hogy ezeket meg kell oldani, és ezt tovább kell adni a megfelelő miniszternek, vagy államtitkárnak, aki azon a területen aktív. Most már az elmúlt jó néhány mandátumban és jó néhány évben kiépült egy olyan kapcsolati háló a VMS-es képviselő, tisztségviselő, illetve a szárthaladó párt, valamint a szocialista párt tisztségviselői között, hogy igen gazdag kapcsolati tőkével rendelkezünk, és minden egyes területen meg tudjuk találni azt az embert, aki, tehát ha így fogalmazunk, össze kell kapcsolni a polgárokkal. Persze senki se lehet profita a saját hazájában, nyilván itt van a legtöbb gondja, a legösszetettebb kérdéseknek a megoldása, akár parlamenti alelnökként is. De lépjünk egy kicsivel tovább, mert hogy tisztségeket, illetve feladatokat vállalt az Európai Integrációs Bizottság elnökeként nyilván egy egész országot, tehát Szerbiát képviseli. Itt vajon mi nehezíti a mindennapi munkáját? Az Integrációs Bizottsággal elég sok feladat jár, én ennek külön örülök, mert sajnos az elmúlt időszakban lehetett volna gyorsabban is haladni ezen az úton, és így egybekötve a parlamenti alelnöki tisztséget és az integrációs elnöki tisztséget még inkább azon fogunk dolgozni, hogy amint csak lehet, javítsunk és változtassunk. Tehát ha csak konkrétan magáról a parlamentről beszélünk, és a parlamenti procedúrákról, ehhez kapcsolódik szorosan a Fegyes Bizottság is, tehát mi a Fegyes Bizottságnak nevezzük a Stabilizációs és Társulási Egyezmény alkalmazásával foglalkozó bizottságot. Itt én külön örülök annak, hogy mivel a bizottság felét szerbiai parlamenti képviselők teszik ki, a másik felét európai parlamenti képviselők, és hogy Deri Andorral közösen ő Brüsszelből, jó magam Belgrádból, tehát rámutathatunk fontos témakörökre, és együtt dolgozhatunk. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése viszont számunkra igen fontos, és 2007 óta figyelemmel kísérjük a munkát. Most eljutottunk egy olyan fázisba, hogy a kisebbségi jelentés kész. Azon dolgozunk, hogy az hamarosan a plenáris ülés napirendjére kerüljön, és úgy gondolom, hogy ez az esélyegyenlőség és diszkriminációmentes bizottság, amelynek 2 évig az elnöke voltam, és amelyhez tartoznak a különböző kisebbségek, és ezen belül a nemzeti kisebbségek, tehát azok kérdésköre problematikája. Ebben a bizottságban szeretnénk mi most helyet, de mindenképp figyelemmel kísérjük a munkát.
nem lehet ezeken a kérdéseken, én legalábbis laikusként úgy látom, sztárpolitikussá válni. Ezek kis lépések, kis eredmények, amelyek persze az érintett embercsoportoknak nagyon-nagyon sokat jelentenek. Mennyire idézőjelben hálás feladat ilyen bizottságokban dolgozni és beleadni minden erőt és reménykedést és erőt? Igen, elsősorban a kisebbségügyi, illetve nem egyenjogúsággal foglalkozó bizottság, vagy a gyerekjogi bizottság, amelynek most én funkciómból kifolyólag tagja vagyok, mert ez egy speciális bizottság, tehát itt a VMS-nek van tagja, plusz minden alelnök és a parlamenti elnök is a tagja, meg talán még a szociálügyi bizottság is. Ezek valóban olyan bizottságok, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó megfogalmazás, hogy ettől nem lesz sztárpolitikus az ember, mert az a sztár, aki a belüggyel, védelemmel, meg ilyen nagy témákkal foglalkozik. Aki viszont ilyen ember közelivel, ott csak problémák vannak, és nehéz a megoldásuk, meg fájó kérdések. Annak örülök a legjobban, amikor tehát visszajelzést kapok, nem csak a problémáról, hanem arról is, hogy többször beszéltem például a mesterséges megtermékenyítésről, vagy örökbefogadás. Tehát ilyen témakörök kapcsán, ha azt jelzik vissza, hogy valóban annak köszönhetően, hogy kitoltuk a korhatárt, vagy összehangoltuk az önkormányzati és a köztársasági szabályzatot, vagy megengedtünk még néhány próbálkozást, tehát valakinek annyi év után összejött a gyerek. Tehát ilyenkor melegséggel, boldogság tölt el, vagy ha a családon belüli erőszakról szóló törvény, meg sőt törvények módosításainak köszönhetően azt látjuk, hogy ezt alkalmazzák a gyakorlatban, hogy büntetik az elkövetőket. Konkrét eredményben látjuk, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban. Jó magam mondjuk ezt a tematikát, ott 2007-8-tól követem, és valóban nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. Mert ránézése is óriási feladat. Más nem a dokumentáció elolvasása, a reakcióknak a figyelembevétele, a lehetőségek föltérképezés, ez rengeteg körültekintést, olvasást, utána nézést, konzultációt, különféle szakmai kérdések megvitatását vonja magával. Lehet ezt bírni? Tudjuk, hogy egy fiatal hölgyről van szó, és ettől eltekintve hogyan lehet ezt bírni fizikailag és főleg pszichikailag? Hát ahogy azt említettem, szerencsére a válaszok akaratából most már sokan vagyunk, és hát most fölosztjuk a témákat, csapatként működünk. És nem csak a képviselők, hanem mondjuk a községi elnökeink, illetve a helyi szervezet elnökeink, az ottaniak. De azt jelenti, hogy maximum 2-3 emberen keresztül bárki elérhető, és ez vice versa is ugyanúgy van. Tehát ha bárki kérdést intéz közvetlenül a képviselőhöz, nyilván a képviselő nem tudja a direkt választ, de 2-3 ember segít neki abban, hogy utána nézen, és ha ehhez például minisztériumban, vagy bármilyen köztársasági, vagy akár tartományi intézményben kell problémát megoldani, vagy segíteni, akkor ugyanúgy tudjuk, hogy ott kb. Kit kell megkeresni, tehát úgyhogy nyilván egy kicsit igen, időigényes is, de mi valóban igyekszünk tehát mindenkinek válaszolni, és amit lehet megoldani. Ha most arra kérném, hogy válaszoljon ki 3 olyan kérdést mindezekből a témákból, amelyekben hosszú éveken át dolgozott és tevékenykedik még ma is, melyek azok a legemlékezetesebbek? Többször említettem a mesterséges megtermékenyítést, úgy gondolom, hogy valóban az, ami nagyon nagy probléma, és nagyon sok pár szembesül ezzel szertiában, és ami a számomra a legmeghatóbb volt, tehát, hogy konkrétan rámutatott valaki a Facebookon keresztül, hogy az az igazság, hogy ő már köztársaság szerint idős, a saját önkormányzata szerint viszont nem. Magyarán 2 sikertelen mesterséges megtermékenyítés próbálkozáson van túl, a saját önkormányzatába kimehetne a 4., de csak akkor, ha kihasználja a köztársasági 3. próbálkozást, viszont a köztársasági 3. próbálkozáshoz ő már túl öreg. Nem volt összehangolva a 2 szabályozás, mi képviselői kérdést intéztünk erre rámutatva, és ennek köszönhetően néhány hónapon belül módosult a köztársasági szabályozás, és amikor a módosítás után, tehát ugyanaz a személy néhány hónap múlva visszaír, hogy köszönöm szépen, babát várok, akkor így libabőrös lesz az ember, és hát ilyen nagyon sok volt az elmúlt időszakban, ami lendületet, meg hát energiát ad, vagy bármi más, tehát attól kezdve, hogy annak köszönhetően, hogy milyen kapcsolati tőkénk van, volt már például, emlékszem, egyszer ítéletidő, és tordát fújtotta nagyban, ami hát nyilván magyar falu, itt a környékben, és amikor rámutattunk erre, hogy akkor elég gyorsan a köztársasági árutartalékból innen-onnan próbáljunk segítséget
nyújtani tortának, meg aztán nem sokára sajnos itt le is égett egy ház, és kihasználva a kapcsolati tőkét néhány héten belül nagyon sok mindent összegyűjtöttünk, és sokan segítettek a családnak, akkor egyszerűen megtapasztalja az ember azt, hogy a politika nem is olyan csúnya dolog, hanem valójában mindennapjaink szebbé tétele. Akkor most jutottunk el ahhoz, hogy a politikus is ember. A nők helyzete miért foglalkoztatja ennyire? Csak azért, mert az első megbízatásai idején még ritka a holló volt a magasabb politikában, úgymond a női politikus. Ma meg már másként van, de olvastam egy nyilatkozatát, hogy egy kicsit maguk a nők is az oka annak, hogy nem tudnak eléggé előtérbe kerülni, attól eltekintve, hogy jól dolgoznak, nagyszerű szakemberek, képesek teljesíteni, és mégsem ismerik el úgy a tevékenységüket, ahogyan kellene. Ezzel a saját példamutatásával erre szeretné tulajdonképpen biztatni a hölgyeket, hogy azért vállalkozzanak csak bár? Hát igen, nekem az egyik kedvenc mondatom pont ez, amit így az előbb mondtam, hogy a politika az nem csúnya dolog, hanem minden napjaink szebbé tétele. Tehát én azt tapasztaltam jó néhány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem politikával foglalkozni, hogy sokan meg vannak ijedve ettől. Tehát a nők elsősorban, ugyanis akkor a VMS-nek nem létezett női fóruma, akkor alakult meg a női fórum, és nagyon sok pártársnő karrierjét követtem a kezdetektől egészen a mai napig. Nagyon sok képzést szerveztünk, beszélgetést, felerősítettük a női hálót, és ma már sokkal több női tisztségviselője van a VMS-nek, ha csak szétnézünk az államtitkárok körében. Nagyon sok tartományi tisztségviselőnk van, aki nő, illetve az önkormányzati szinten, tehát nyilván a törvénymódosítás is hozzásegített, de a nők is bátrabban foglalkoznak ma politikával. A nők esetében mindig nehezebb összehangolni a magánéletet a politikával, illetve eleve a munkával, de a politikával különösképpen. Ha valaki főállású politikus, vagy legalábbis igen komolyan gondolja és sokat dolgozik, akkor nincs munkaidő. És ez a nők esetében nagyon nehéz, tehát ha nem egy normális munkaidőben dolgozik valaki, hanem hétvégén is, meg éjszaka is, és ha nincs egy megértő partner, és sajnos Szerbia még mindig egy ilyen társadalom, tehát tőlem többször kérdezték, hogy van a vajdasági magyar közösség, meg mondom a szerbiai társadalom patriarchális-e, meg tehát a nők hogy tudnak itt kibontakozni? Hát, hogyha megértő partnert találnak, csak két megoldás van, tehát vagy a megértő partner, vagy a megértő primáris család. Nekem nagyon jó tapasztalatom van a pártársnőimmel, én nagyon örülök, hogy a VMS női fóruma így kibontakozott. Több mint 10 éve létezünk, vajdaság szerte. Látom, hogy ezek a hölgyek, tehát most önkormányzati szerepkörben is azért bátrabban nyilatkozgatnak. A saját példám meg hát talán igen, ők azt szokták mondani. Én vagyok a példa, ez nagyon megtisztelő, meg megható, de elsősorban én próbálok mindenkihez úgy hozzáállni, hogy mi pártársnők, meg hát így barátnők is vagyunk, akik közösen oldunk meg problémákat. Most is voltak olyan esetek, hogy tartományi, köztársasági, sőt önkormányzati tisztségviselők, tehát közösen informálódnak, mert mi mindannyian egy csapat vagyunk. Ahogy mondtam, jó a kapcsolati tőke más pártokkal is, ami nagyon fontos, de ugyanakkor mi a választók akaratából ma már annyi helyen vagyunk, meg annyian vagyunk, hogy a mi hálunk is szerteágazó, és ahogy elnök úr szokta mondani, tehát most már nem mint 30 önkormányzat van, tehát még a kormányban is vannak olyan önkormányzatok, ahol van legalább egy magyar ember, akihez bekopoghatnak a magyarok, tehát legalább egy VMS-es van ott. Ugyanakkor mondom, a tartományi meg más szinteken is megtalálható szinte minden egyes tartományi titkárságon belül az a VMS-es, akitől tanácsot, segítséget kérhetnek. Így a beszélgetés során azt hiszem megállapíthatjuk, hogy a megfelelő, megértő partner az megvan a férje személyében. No, de vajon a kisfia mennyire tűri el, hogy ne legyen otthon az anyu, vagy ha otthon is van, akkor papírokkal vegye magát körül, és olvasgasson ahelyett, hogy vele például kisvonatozik. Megszokta, meg most már úgy nagyobb bacska. Sőt, a 2020-as év hát mindannyiunk számára teljesen más év volt. Szerintem az volt az ő számára furcsa, tehát ő neki akkor előkészítés volt, amikor így márciusban ránk zuhant az első ilyen hosszabb itthonlét, amikor mindannyian be voltunk zárva, meg nem is tudtuk, tehát bizonytalanság vett bennünket körül, de kialakítottunk egy rutint, és ehhez alkalmazkodott. Korábban persze én sokkal többet utaztam, meg még többet voltam távol, de akkor ő kisebb volt. Most úgy érzem, meg úgy valóban hálás lehetek az úrnak, hogy amikor a legjobban szükség volt rám, akkor gyakorlatilag itthon voltam, március, április, májusban, és megtanítottam a fiamat olvasni.
mert hogy ő előkészítősként akkor már nem járhatott óvodába, és többet voltunk itthon. Aztán szeptemberben beindult az iskola, és több feladatot kapott, és a parlament is hát ott október végétől elkezdett működni, úgyhogy én most sokkal többet vagyok Belgrádban, de én minden délután, vagy hát általában este van, mire hazaérek, találkozom vele, és olyankor nézzük át a házit, gyakorolunk, úgyhogy most is megvan ez a rutin, sőt, mint ahogy a legtöbb családot bennünket is elért, tehát az egyik család csak pozitív volt, úgyhogy otthon izolációban voltunk most nemrég 14 napot. Ő neki nagyon tetszett, ő mondta, hogy ezt még egy hónapig bírná. Az volt ott is a fontos, tehát, hogy kialakítjuk a rutint, meg hát ez az online oktatás, ez egyszerű, mert vannak bizonyos tantárgyak, amiket ő online hallgat, vagy online tanul. Most a napokban például, mert ez is az életünk része, tehát nem tudtuk megoldani a gyerekvigyázást, ugyanis egy hónapos szünet van nyilván az egész helyzet miatt, és a gyerekem 3-4 órát Belgrádban volt velem, tehát az irodában nézte tévét, illetve okosdobozt játszotta a számítógépen, míg én sajtótájékoztatót tartottam, illetve a bizottságülést vezettem, de én tehát az első pillanattól kezdve úgy tekintettem a saját munkámra, attól függetlenül nyilván egy picit más, mint egy általános irodai munka, mint egy egyszerű munkára, és ő tudja, hogy anya Belgrádban dolgozik, és megérti, hogyha nem is vagyok annyit itthon. Azt mondja a fiatal anyukaként, hogy a gyerek megszokta. Fordítsuk meg a kérdést. Anyuka mennyire szokta meg? Hogy lehet ezt megszokni, hogy nem akkor tudja átölelni a kisfiát, amikor kedve van? Ez egy nagy dilemma, és az én életemben is nyilván így volt. Ezen sokat gondolkoztam, amikor így el is múlt ez, mert hogy nagyon gyorsan múlik az idő. Jó magam, a terhességem végéig jártam Belgrádba, és aztán hivatalosan mondjuk egy 3 hónapot voltam itthon, miután a férjem vett át a szülési szabadságot, és a gyerekem azt hiszem 6 hónapos volt, amikor először visszamentem, tehát más Strasbourgba is jártam néhány napot, meg hát így teljesen normálisan folytattam a munkámat, és aztán sok minden történt közben, tehát a gyerekem korán indult bölcsibe, és azon gondolkodtam, hogy vannak olyan pillanatok, amiről én lemaradtam, és hogy ezt jogosan választottam így, és vajon más lett volna-e, vagy másképpen kellett volna tennem. De akkor rájöttem, hogy másrésztről egy igen specifikus viszony alakult ki a fiam és az apja között. És tehát sokan, még a férjem családjából is azt mondják, mindenki tudta, hogy ő nagyon jó apa lesz, de nem gondolták volna, hogy ennyire. És hogy ritka az ilyen szoros kapcsolat, tehát a fiú gyerek és az apja között, de ma is, már iskolásként, picit több mint 7 évesként, tehát a fiam ugyanúgy szeret nyilván mindkettőnket, és nagyon kötődik hozzánk, de érdekes látni, hogy milyen erősen, bensőséges viszonya van az apjával, és hogy milyen, a férjem azt szokta viccelődve mondani, hogy jó munkát végeztünk, azt mondják, hogy ez az első 6-7 év a legfontosabb, hogy így jó embert csináltunk belőle, csak attól félek, most olyan félelmeim vannak, hogy beköszönt majd ez a korai kamaszkor. Még jó fázisban vagyunk, hát ez a pusziszkodás, meg szeretgetés minden rendben, de attól félek, hogy nagyon korán bekamaszodik, és akkor megváltozik majd a viszony. Amikor a kisfiát említi, akkor nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy anyuka, aki mindig sok papírt forgat a kezében, vajon van-e ideje meséskönyvet a kezébe venni és felolvasni a fiának lefekvés előtt? Az igazság, hogy a mai világban a gyerekek jobban szeretik a YouTube-ot. Tehát én még kismamaként először a hasamnak olvastam, ahogy így megszokja a hangomat, és aztán, ami kisbaba volt, sokat olvastam neki, és akkor láttam, hogy vannak olyan időszakok, amikor leköti a figyelmét, van, amikor nem. Aztán bevezettük a gyönyörű meséket ilyen, mondjuk 5-7-10 perces YouTube videóban, ezeket nagyon kedvelte. Most viszont külön örülök annak, hogy olyan fázisban vagyunk, hogy ő olvas nekem, tehát lassacskán így bevezettük, hogy mondjuk a kedvenc meséje a 3 kismalac, én már eléggé unom, de hogyha újra és újra a 3 kismalacot kéri, akkor ő meséli el nekem. Hát most kombináljuk, mióta az elsősök, annak ellenére, hogy rövidített órák voltak, meg hihetetlen tempóval dolgoztak, de átvettek minden betűt, és szinte 3 hónap leforgás alatt megtanultak olvasni. Azóta a Gőgös Gunár Gedeonból olvas fel a fiam nekem. Most először találkoztunk a házi olvasmány fogalmával, úgyhogy jelenleg az Erdőben Merdőbentől olvas fel nekem minden este verset is. Elvira mennyire tud saját magára is gondolni, amikor belletrisztikáról van szó, vagy csak maradnak a dokumentumok? Azért van idő egy-egy akár ponyva regényre?
Vannak olyan periódusok, amikor több idő van erre, tehát korábban mondjuk az utazást, repülőzést, reptéren való várakozást, vagy akár a mindennapi utazást, mert nem én vezetek, tehát erre használtam, és még többet lehetett olvasni. Aztán persze van olyan, hogy nagyon összejönnek a dolgok, és ilyenkor híreket olvasok, vagy valóban dokumentumokat, vagy készülök az ülésre. Tehát amikor otthon voltunk, akkor valóban mondjuk ott tavasszal nagyon sokat olvastam, újabbnál újabb könyveket kértem kölcsön a barátnőimtől, általában a cserebere, tehát kimaradt az, amit mondjuk nyáron, a nyaralás alatt szoktam olvasni. Most úgy tapasztalom, hogy újra ez a helyzet. Igyekszem legalább akkor olvasni, amikor autóban vagyok, mármint erre használni mondjuk a másfél órányi utat egy irányba. Meg este, az utóbbi időben nagyon fáradt vagyok, és korábban elalszunk, mire a gyerekkel átnézzük a házit, mondom, felolvas, most házi olvasmány, először készülünk, olvasónapló, vezetés, ez is nagyon érdekes, mert meséket kell illusztrálni, és valóban Agatha Christie-t nagyon-nagyon régen olvastam, és most néhány héttel ezelőtt oda jutottam, hogy Agatha Christie rövid történeteit olvastam, illetve most nemrég találtam egy ilyen nagyon laza, a barátnőmtől kapott nagyon könnyű, szerelmes regényt, aztán elhagytam valahol, mert hát amikor az ember sokat utazik, autóban van, Belgrád, Szabadka, Becskerek, háromszögben mozog a legtöbbet. Ilyenkor a mai technika vívmányait használva letöltöm ezeket a könyveket az internetről, és persze más, de akkor laptopon vagy tableton is lehet olvasni, és valóban úgy kezdődött ez az egész bezártság, hogy nem tudtam máshogyan abban a pillanatban, amikor nem is lehetett sehova utazni, vagy senkivel se találkozni, amikor nagyon megijedtünk. Például a 100 év magányt, vagy tehát olyan könyveket, amire nem volt időm nagyon régóta, vagy szerelem a kolera idejében, tehát azt hiszem úgy kezdődött az a tavaszom. Ezeket is letöltöttem az internetről, amikor találtam egy kis időt, olvasgattam. És van kedvenc regénye is? Vagy írója inkább? Hát nagyon érdekes, hogy ez úgy alakult az elmúlt 3-4 évben, hogy megismerkedtem egy Elif Shafak, valójában sokat ír az iszlámról, és több helyen élt, Strasbourgban is tanult, Angliában is élt, viszont török származása, egy nagyon érdekes hölgy. Először voltam Észak-Afrikában, és ott javasolták nekem a 40 Rules of Love angolul, tehát a szeretet, vagy a szerbek csak úgy fordítják, hogy szeretet, magyarul is, tehát a szeretet 40 szabálya könyvét, ami sokkal több egy ilyen szerelmes történetnél, és aztán nagyon sok könyvet olvastam tőle. Leszereztem többet és többet, mert például van az úgynevezett honor crime, tehát az honor crime a becsületsértés miatti bűncselekmények. Magyarán, tehát az iszlámon belül még mindig normálisnak tartják, tehát nem ritka az eset, ha a nőt, az apja, a fiú testvére, a férfiak bántalmazzák, sőt meg is ölik, mert olyan valakivel van, aki tehát nem a saját vallásából való. Például ez volt az egyik legmegrendítőbb könyv, amit az elmúlt időszakban olvastam. Akkor most visszakanyarodtunk tulajdonképpen a munkájához, mert hiszen erről beszélgettünk egész idő alatt, hogy a kisebbségeket érintő kérdések érdeklik elsősorban, úgy látszik a belletrisztikában is. De amikor a kedvencekről van szó, mi a kedvenc időtöltése, ha van még ezek után szabad ideje? Hát a férjem erre biztos azt válaszolná, hogy az olvasás, mert valóban, tehát lehet, hogy ez most úgy tűnik, amikor otthon vagyok és lazítani próbálok, akkor az, amivel az ember ellazul, egy jó könyv. De az utóbbi időben, tehát egészségügyi okok miatt, meg különben is próbáltam bevezetni a sétákat, már amikor lehetett, és rájöttem, hogy ez nagyon jól esik. Tehát annak ellenére, hogy talán most már lehűlt az idő, és hűvösebb van, most esténként matban sétálok, de ez, tehát az olvasás és a séta, valamint a gyerekkel való időtöltés. Most a napokban valaki azt mondta, hogy megfiatalodunk, amikor a gyerekekkel vagyunk, valóban hihetetlen. Tehát volt egy periódus, amiről lemaradtam, nem töltöttem annyi időt a fiammal, mint amennyit tölthettem volna, ha otthon maradok vele a szülési szabadság után, meg különben is, de most ez a legnagyobb pozitívum, több időt töltöttünk együtt, meg maga az óvoda végén, illetve az iskola elején a szemem láttára kezdett el olvasni a gyerekem, megláttam ezt a fejlődését, úgyhogy hát ez. Az otthon a családdal való időtöltés, bármit csinálunk, ha akár csak lazítunk, vagy kreatívkodunk, mert sajnos moziban, meg ilyen helyeken már nagyon régen jártunk, mondjuk ezt is kedveltük, amíg mindent lehetett. Ez az, ami föltölt.
Tehát a közös élmények azok, amelyek feledhetetlenek, és nyilván megismételhetetlenek is. És manapság nagyon divat, és ezt meg kell kérdezzem, hogy vajon szoktak-e együtt főzni, illetve szerette Elvira főzni? Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a férjem egy nagyon jó szakács, és titkos vágya, hogy egyszer saját étterme legyen, meg az élet így hozta, mert az édesanyja nagyon fiatalon meghalt, és akkor a bátyával, illetve az édesapjával maradt, úgyhogy meg is tanult főzni, meg szeret is, meg állandóan experimentál, úgyhogy be kell vallanom, hogy ő többet főz. De én is kislányként, még Szent Mihályon laktunk, vagy laktam én is, ritkábban jártam mondjuk a határba, inkább én főztem a napszámosoknak, meg a nagyszüleimnek. Úgyhogy korán ilyen, nem tudom, 5-es, 6-os koromban megtanítottak. És ma is, tehát még édesapám is, meg mondjuk a fiam is, ami nagyon érdekes, azt szeretik a legjobban, ha én ilyen falusi csirkepaprikást főzök. A fiam az 2-3 naponta csirkepaprikást tenne. Úgyhogy igen, tehát persze vannak olyan ételek, ahol én is experimentálok, de nem tudom. Azt mondják, hogy a nők esetében úgy alakul az élet, hogy muszájból főznek, és nem élvezik annyira, mint a férfiak. A férfiak viszont azért, mert szeretik. Mi ezt megbeszéljük. Voltak olyan periódusok is, amikor mondjuk előtte való nap megfőzök, vagy megbeszéljük, kinek mennyi ideje van. Most ez így változó, de igen, szeretek, és ami nagyon érdekes, tehát a gyerek, hogy próbáljuk őt is, és talán itt újra a munkára kanyarodom vissza, tehát ha a női jogokról beszélünk, esélyegyenlőségről, tehát az ő számára teljesen normális az, hogy apát is sűrűn látja a tűzhely előtt, és ő ezt mondogatta is, tehát ez egyáltalán nem meglepő az ő számára, és ő is szeret segítkezni. Tehát most a napokban, erre volt egy megosztásom a Facebook oldalamon, mézes kalácsot sütöttünk, tehát a gyerek annyira aktív volt, meg nagyban kivette a részét a munkából. Ugyanígy a mi hétvégi programaink általában vagy a férjem, vagy az én szüleimnél van a vasárnapi ebéd, általában a Szent Mihályon. Ott is én mindig segítek édesanyámnak valamilyen kalácsot csinálni ebéd után, és ebben is nagyon aktív a fiam. És még csak annyit a szavaiból azt veszem ki, hogy a család a legfontosabb, és majd aztán jön minden más, amiben szintén beleadja az összes energiáját és figyelmét, de amikor a családról van szó, akkor külön összpontosítsak oda. Számomra fontos, hogy jövőképe legyen a gyerekemnek, meg hogy boldog legyen. Én gyakran meg is kérdezem, és arra biztatom, hogyha bármilyen problémája van, hogy ezt bátran mondja el az édesapjának és nekem, tehát ne titkoljon el semmit előlünk, mert talán ez az, amitől a legjobban félek, tehát ez a kamaszkor, meg hogy a problémákat majd mással osztja meg. És úgy tűnik, hogy valóban egy nagyon boldog és vidám kisfiú. Ugyanakkor a primáris családom, a szüleimmel meg az öcsémmel való viszony is nagyon fontos a számomra, tehát attól függetlenül, hogy jelenleg az öcsém fizikailag nem tartózkodik Szerbiában, illetve itthon, rendszeresen kommunikálunk a technika vívmányainak köszönhetően, és ebben az időszakban, amikor valóban vigyázni kellett egymásra, mert mondom, a mi családunkban is volt már pozitív, a szüleimmel is videókamerán keresztül beszéltünk, teljesen más, hogyha csak egyszerűen telefonon beszélgetünk, vagy valóban egymás szemébe is tudunk nézni, és rendszeres az e fajta kommunikáció is. Lehet egy jobb év a 2021? Hát mindenképp, mondják, hogy felejtsük el gyorsan a 2020-as évet, de mondom, erre visszatérve, tehát én nem is tartom olyan rossznak. Persze bizonytalan volt, nem tudtuk, hogy mit várhatunk, most már úgy hozzászoktunk, de azt kívánnám mindenkinek, hogy maradjunk egészségesek, és vigyázzunk egymásra, és már ne bonyolódjon a helyzet, mert valóban az egészség a legfontosabb, aztán minden más kialakul. Valamikor ráébredtünk erre a koronavírus problémára ott márciusban, akkor mi hetekig úgy működtünk, hogy videóüzeneteket készítettünk, meg maszkvarást terveztünk, meg osztást. Hihetetlen volt látni, hogy hányan csatlakoztak és segítettek. Mi viszont a videóüzenettel próbáltunk a polgároknak segíteni, és akkor is több üzenetben, tehát én a család fontosságáról, illetve erről a napi rutinról beszéltem. És tehát most is úgy érzem, hogyha ez így maradna, tehát a napi rutin, akkor mindenre lenne idő, és nem csak az a fontos, hogy fizikailag maradjunk egészségesek, tehát szedjük a vitaminokat, tartjuk be a szabályokat, és vigyázzunk magunkra meg egymásra, hanem hogy pszichikailag is. Na, úgy érzem, hogy talán pszichikailag volt a legnehezebb kibírni. Ezt kívánom, hogy ez a pszichikai nyomás ettől szabaduljunk meg, és próbáljunk igen, meghittségben egymásnak örülni. Én most annak örülök, hogy van időm gyakorolni az olvasást a gyerekemmel. Ez a legszebb. Nagyon köszönöm.